estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit összeegyetemi alumni beszélgetés sorozatunk az ELTE Sikerek veled ma esti gyerekjáték című alkalmán. Én Balogh Kátai Judit vagyok, az ELTE alumni központ munkatársa. Mai témánk a gyermeknevelés, fejlesztés, kreativitás. Az este folyamán többek között szó lesz arról, hogy milyen hatással van a kisgyermekekre a digitális eszközök használata, hogy miért fontos a képernyőmentes játék, a jó mesekönyvek, a minőségi gyerekkultúra, vagy hogy milyen gyermeknevelés segítő, fejlesztő lehetőségek állnak egy szülő, vagy akár egy nagyszülő rendelkezésére. Mai vendégeink, akik mindezt megvitatják, mind ezen a területen tevékenykedő, friss sikereket elért ELTE diplomások. Szeretettel köszöntöm körünkben dr. Kolosai Neddát, pszichológust, az ELTE tanító és óvóképzőkar egyetemi docensét. Dr. Konok Veronikát, az ELTE természettudományi kar tudományos munkatársát, az Alfa Generáció laborvezetőjét. Kovács Esztert, a Pagon gyerekkönyvesbolt hálózat és gyerekkönyvkiadó egyik alapító tulajdonosát, a kiadó főszerkesztőjét. Szeretettel köszöntöm Táncsics Juditot, pszichológust, a játékos gyerekneveléssel és fejlesztéssel foglalkozó Plukkidó alapítóját. És Tar Ferencet, a Bombom Matiné műhely vezetőjét, a Magyar Zeneháza családi programokért felelős szerkesztőjét, műsorvezetőt, koncertpedagógust. Ezennel pedig át is adom a szót az este moderátorának, Tar Ferencnek. Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki ezen a borongós novemberi estén úgy döntött, hogy nincs jobb program lehetősége, mint hogy minket hallgasson, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a interneten követi ezt a beszélgetést, akár a jelenben, akár a jövőben, egy takarítás, vagy főzés, vagy egyéb fontos tevékenység mellett. Bízom benne, hogy sok olyan dolog el fog hangzani, ami érdemes lesz majd a figyelemre és a megemlékezésre. És hát nagyon sok szeretettel köszöntelek természetesen titeket is. Nagyon örülök, hogy így összehozott minket a sors ennek a témának az apropóján. És hát itt vagyunk az ELTE BTK területén, az F épületben, ami szerintem másképp nézett ki még, amikor mi ELTE-sek voltunk. Úgyhogy ennek apropóján jutott eszembe csak egy nagyon gyors körkérdés jelleggel, hogy volt-e kedvenc ELTE-s helyetek, amihez valamiért nagyon kötődtök, vagy nagyon emlékezetes történetetek kötődik. Vera, esetleg van-e ilyen helyszín, amihez kötődsz az ELTE-n? Hát én ugye a pszichológiai intézetbe jártam az Izabella utcába. Ott leginkább, amik ilyen közösségi helyek voltak, azokat szerettem. Tehát volt a büfé, akkor volt egy ilyen szinapszis szervező iroda, ahol így összegyűltek az emberek, meg az udvar. Aha. Ugye ezek a legjobb emlékek. Eszter? Én a Pesti Barnabás utcában jártam, ott volt a bölcsészkar, akkor ez itt TTK volt még, úgyhogy itt most vagyok életemben először. Nekünk is a büfé, volt egy nagyon régi büfé az első emeleten, és a földszinten volt egy Hik büfé nevezetű hely, és nekünk az volt a törzshelyünk, a Hik büfé. Igen. Judit? Én is az Izabella utcába jártam, úgyhogy oda sok emlék köt, és hát az, hogy olyan emberektől tanulhattam, mint Popper Péter, vagy Mirő László, ez fantasztikus volt. Ide, ebbe az épület együttesbe Réz András óráira jártam, mi szintén egy ilyen felejthetetlen emlék volt. Sokat tanultam tőle, ugye írással is foglalkozom, szóval remek tanulmány volt. És Nedda, neked? Hát én ugye az ELTE-tokra jártam, ahol most dolgozom, és én mindig elmondom egyébként nem csak itt, hanem elmondom a hallgatóimnak is, hogy én az egész épületet nagyon szerettem. Volt már olyan hallgatóm, aki körbesételt, és azt nézte, hogy mit lehet ezen szeretni. De hogy én nagyon szerettem az épületet, és nekem egy ilyen időutazás, tehát én emlékszem, hogy a lesz férjem, mert ugye ezt az elsősök mondták, hogy ne, de én itt a lesz férjed, hogy hol randevúztunk először az ELTE-tok előtt, szóval, hogy nekem így az egész épület. Aha. Nekem is egyébként csatlakozva hozzátok, a könyvtárklub volt az egyik meghatározó élménye a itteni életemnek, ahol nagyon sok beszélgetés és óra ellógásnak volt ez a helyszíne. Úgyhogy már is lehet, hogy meg az első tanulság, hogy akkor érdemes a büféket látogatni, vagy azt is látogatni így az egyetemi tanulmányok mellett.
De hogy egy picit azért komolyabbra is vegyük a szót, hogy annak érdekében, hogy mindenki értse, vagy követni tudja, hogy ki mivel foglalkozik, és amit mond, azt milyen tapasztalati háttérrel mondja, hogy arra szeretnélek most gyorsan megkérni titeket, hogy csak röviden mondjátok el, kaptunk egy nagyon szép felvezetőt és bemutatást, de hogy ezek a műhelyek, munkahelyek, ahol dolgozunk, melyik mit akar, mivel foglalkoztok, és ennek kapcsán arra is kíváncsi lennék, hogy volt-e olyan eltés tanárotok, akiről hallottunk már is pár nevet, de akiről szívesen megemlékeznétek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy most azzal foglalkoztok, amivel. Ne haragudj, Vera, még egyszer utoljára téged kérdezlek először, aztán megígérem, hogy békén hagylak. Jó, szóval én az ELTE TTK-n az etológia tanszéken dolgozom, bár pszichológus vagyok, de oda mentem doktorizni, de a témáim eléggé pszichológiai jellegűek, és az Alfa Generáció Labornak a kutatásait vezetem. Ennek az a célja, hogy feltárjuk azt, hogy a gyerekekre hogyan hat a digitális eszközök használata, illetve dolgozunk olyan megoldásokon is, amivel kicsit jobb irányba terelhetjük ezt a digitális eszközhasználatot. Konkrétan egy mobil applikációt fejlesztünk, amit olyan gyerekeknek szánunk, akik már eleve használnak viszonylag intenzíven ilyen eszközöket, és őket próbáljuk egy kicsit úgy kibillenteni ebből, vagy visszaterelni a való élethez és a társas interakciókhoz. És hát, hogy kik voltak azok a tanárok, akikre szívesen emlékszem. Hát például Bányai Éva, akitől a hipnózisról tanultam, Győri Miklós, aki ugye én kognitív szakirányra jártam, kognitív pszichológia szakirányra, és például ott is tanított. Sok jó tanár volt, Király Ildikó például, aki kimondottan ezt a kognitív pszichológiai kísérletezési módszert, tehát azt adta át nekem, hogy ez ennek a szépségeit, illetve azért azt még megemlíteném, hogy ugye a doktori képzésem is az ELTE-n volt, és ott Miklósi Ádám a tanszékvezető, aki nagyon egy ilyen inspiráló személyiség és nagyon jó vezető, úgyhogy tőle is sokat tanultam. Eszter? Én a Fagony kiadónak és könyvesbolt hálózatnak, ahogy elhangzott, vagyok az egyik alapító tulajdonosa, de igazából, ami az én reszortom a Pagonyon belül, az a kiadó, tehát a kiadónak vagyok a főszerkesztője. Ez most már egy több mint 20 éves történet, tehát tulajdonképpen szinte, ahogy befejeztem az egyetemet, 99-ben fejeztem be az egyetemet, és 2001-ben alapítottuk a Pagonyt. Tehát tulajdonképpen mondhatom, hogy szinte az első munkahelyem, és azóta is ez tölti ki az életemet, a gyerekkönyvek. Ja, és azt nem mondtam, csak a nevet mondtam, hogy Pagony, de hogy a Pagony az egy gyerekkönyv kiadó és gyerekkönyvesbolt. Tehát csak kifejezetten gyerekirodalommal foglalkozunk, és hát ami szerintem nagyon fontos, hogy a könyveinknek a 75-80% az kortárs magyar gyerekkönyv, tehát nem fordítás, és én azt gondolom, hogy szóval nekem ez az igazi kihívás ebben a könyvkészítésben, tehát hogy a semmiből valamit létrehozni, találni szöveget, találni illusztrátort, egymáshoz passzoló írót, illusztrátort találni, egyáltalán kipuhatolni, hogy mire van szükség, milyen témák azok, amik most kurrensek, mi az, amire szükség van. Szóval, hogy ez tényleg, ami szerintem rendkívül izgalmas, és elég nagyra nőttünk, mert most már van évi körülbelül 100 könyvünk, most már nem is csak könyveink vannak, hanem társasjátékaink is. Ez 100 címet nagyon... jelent, bocsánat, ugye? Csak 100 cím, igen. 100 új cím jelenik. Tehát összességében most már van 1000 címünk, és 10-valahány boltunk. Tehát tulajdonképpen tényleg egy nagy birodalommá nőtte ki magát a Pagony, és hát azt szeretjük hinni magunkról, hogy volt némi részünk abban, hogy a gyerek irodalomról való gondolkodás az egy kicsit felnőttebbé vált, tehát hogy egy kicsit inkább a helyén kezeljük most már a gyerek irodalmat is talán. És én nagyon szerettem az ELTE bölcsészkarra járni, és ez valakit most nagyon megörvendeztettem egyébként ezzel. Most manapság sajnos nem annyira divat bölcsészkarra járni, tehát a lányom például, aki tavaly végzett, itt az ELTE Trefort gimiben. A három párhuzamos negyedik osztályból senki, de senki nem ment bölcsészkarra.
és most egy valakivel találkoztam, aki magyar szakos, és mikor megtudta, hogy én magyar szakos voltam, kérdeztem, hogy milyen volt, és így hirtelen a zsigeri válaszom az volt, hogy hát én mindent annak köszönhetek, de tényleg. És azt mondta ez a lány, hogy úristen, de örül, hogy ezt mondtam, mert ő neki még ilyet senki nem mondott, hanem mindenki csak azt mondta, hogy te hülye vagy. Szóval, hogy én annyira nem is egyes tanárokat, hanem nem tudom, amit én emlegetni szoktam, hogy nekem nagyon jó volt az ELTE-n, voltak ilyen különböző programok, ami nem is B-szak volt, hanem program, és volt egy ilyen, hogy alkalmazott irodalomtudomány program, ez nem tudom, hogy még van-e vagy nem. De hogy itt mi nagyon-nagyon sok olyan praktikus dolgot tanultunk, aminek köszönhetem, hogy tényleg az lettem aki, tehát folyóiratokkal, szerkesztési praktikus dolgokat, megismerkedtünk konkrét szerkesztőkkel, könyvkiadási óráink voltak, akkor megismerkedtünk konkrét könyvkiadókkal, tehát például H. János tartott nekünk órát, eljött a Palatinus kiadóból, és aztán utána így is lett az első szerkesztői munkám. Meg én a Margocsi tanár urat nagyon szerettem, sokan féltek tőle, de én nem. Meg sok fiatal tanárunk is volt, akkor fiatal Sein Gábor vagy Virt Imre, akikhez nagyon szerettem járni. Meg tulajdonképpen lett aztán egy folyóiratunk, egy Sárkányfű nevű ELTE-s folyóiratunk, ami hát tulajdonképpen az első olyan hely volt, ahol megtapasztaltam, hogy mi az, hogy egy szerkesztőségben dolgozni. És hát ha nem járok az ELTE-re, akkor nem ismerem meg a kortárs magyar irodalmat. Ha nem ismerem meg a kortárs magyar irodalmat, mármint nem csak a szövegeket, hanem a szereplőit, akkor biztos, hogy nincs bagony. Köszönjük szépen, hát ez egy jó reklám az ELTE-nek és a bölcsészkarnak. Judit? Nekem is az volt, én most Eszterre egy kicsit csatlakoznék, hogy ugye mi gyereknevelés segítő eszközöket tervezünk és forgalmazunk, és engem egy nagyon rossz hangulatomból húzott ki egyszer az, hogy a pagony is árulta a játékainkat. Tehát nagyon sokat jelentett, hogy semmit nem tudtam a játék készítésről, gyártásról, meg szabványosításról, mindenről. De valahogy megugrottuk, és a pagonyban volt, ez óriási dolog volt nekünk. Remélem nektek is. Ez egy szép emlék. Visszatérve arra, hogy mivel foglalkozunk, tehát ezek az említett játékokat dactól kezdve az Agra az átalakításában, hogy ezeket a helyzeteket úgy kezeljék, hogy az a gyermek számára is jó legyen, és a szülő számára is jó legyen. Alapvetésünk volt, amikor elindultunk ezzel a brenddel, hogy a szülő hangulata az, ami leginkább meghatározza a gyerek viselkedését. És ebből indultunk, hát mára már azért elég sok mindennel foglalkozunk, tehát láttuk azt, hogy a játékaink nem csak a nevelési helyzeteket oldják meg, hanem félve szoktam mondani, de hogy egészségügyi problémákra is nagyon nagy hatással vannak. Tehát olyan történeteink voltak, ami tényleg megkönnyeztetett minket, hogy gyerekeknek hogyan segítettünk mondjuk egy kórházi műtét alatt úgy, mert az anyuka megismerte a módszertanunkat, és azt alkalmazta a műtét után. Tehát olyan élményeink voltak, ami arra ösztönzött minket, hogy belevágjunk egészségügyi mesék írásába is. Tehát sok orvosnak írtunk olyan mesét, ami a gyerekeket felkészíti a rájuk váró vizsgálatokra, illetve ami ugye alapvetően nevelési probléma helyzetté vált, annó még nem volt az, amikor indultunk vele. Ez egy GPS alapú és hangalapú alkalmazás, ez egy digitális eszköz, ami bár digitális, neve az, hogy útramanó, digitális, de pont azt a célt szolgálja, hogy összekössük a gyerekeket az őket körülvevő világgal, mert egy hosszú autóúton, amire az eredeti koncepció épült, hogy autóúton mit csinálok a gyerekekkel, miközben tök unalmas a táj, tehát ezt megoldottuk, de szórakoztató célra, azonban ahogy teltek az évek, ez egy nevelési problémahelyzet lett, hogy mit csináljak a gyerekkel, hogy ne képernyőzzön. Úgyhogy kiszélesítettük ennek az alkalmazásnak a funkcióit, vannak már otthon használható kincskereső funkcióink, amikor felkelnek a képernyő elől, és bizony mennek a lakásban, és keresgélnek ezt-azt, vagy akár egy séta során figyelnek arra, hogy mi veszi őket körül. Tehát a cégünk, a brandünk, a Plukkidó küldetése most jelenleg az, hogy a gyerekeket összekössük az őket körülvevő világgal.
Hát tanárokat tudnék említeni, talán ebből látszik, hogy nagyon sok mindennel foglalkozom, nyilván van egy alapdiplomám, de azt a gyakorlatban számos területen tudom használni, és nekem, ami így mindig eszembe jut, Murányi Irén órája hozott, és tanított, vagy erről sokat beszélgettünk, és azt mondta, hogy nem feltétlenül kell ilyen diplomával konzultációt tartanod, terápiát tartanod, hanem a világ olyan széles, és annyi helyen tudod használni a tudásod. És én valahogy így érzem magam, hogy úgy nagyon szétnéztem a világban, hogy merre lehet használni a tudást, és ezt nagyon fontosnak tartom a hallgatóknál is, hogy figyeljenek arra, hogy olyan sok mindennel lehet segíteni a világban ilyen tudással, amit itt kapunk az egyetemen. Nedda? Olyan, annyira szeretnék kapcsolódni mindenkihez, tehát hogy nagyon érdekes. Én is egyébként pszichológus vagyok, tehát itt akkor most 3 pszichológus ül. Ugye én a gyermeknevelés tudományos folyóiratnak vagyok egyrészt a főszerkesztője, másrészt a gyermekkultúra mesterszaknak vagyok a felelőse, úgyhogy rendkívül sokféle, hát nem véletlenül vagyunk itt, ugye rendkívül sokféleképpen tudok kapcsolódni hozzátok, de hogy ugye volt egy kérdés. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, ugye én 34 évvel ezelőtt az ELTE tanító és óvóképzőkarára jártam, akkor ugye ott, mivel művészeti tanszékek is vannak, társadalomtudományi, természettudományi, neveléstudományi, tehát szinte minden tanszékről tudok mondani, ez számomra meghatározó pedagógus egyéniséget. Mindenképpen szeretném kiemelni Nádasi Máriát, aki az első órát tartotta nekem, és utána a doktori iskolában, amit szintén az ELTE-n végeztem, a neveléstudományi doktori iskolát, ott is a témavezetőm volt, tehát ő az, aki így egy ilyen nagyon szép hidat képez, de hogy nekem a matematika tantárpedagógia tanár, akit mondtátok, hogy valaki nagyon szigorú volt, és hogy szinte mindenkit megbuktatott, nekem volt olyan, hogy csak nekem adott jelest az egész évfolyamból, de nem, szerintem nem kell ilyen szigorúnak lenni, hanem én például azt tanultam tőle, hogy a gyakorlat felé milyen nagy alázat kell, hogy természetes szigorú az elméletben, de hogy mindig pontosan ott volt, hogy minden órát pontosan elemzettem, hogy matematika óra volt a természettudományi tanszékről, Vékhelyi Józsefné úgy állított össze az anyagot, ami most a köznevelés meg a felsőoktatásnak is egy ilyen álma, hogy már is összekapcsolt tudományterületeket, és ezt meg tudta csinálni a 80-as, 90-es években. Hunyadi Zsuzsa, vagy Hunyadi Györgyné, ő pedig mindig azt, tehát hogy ő azért egy ilyen hihetetlen nagy példakép, mert hogy azon túl, hogy oktatott, azon túl folyamatosan fejlesztette a tanítóképzést, az óvóképzést, ugye akkor még a kisgyermeknevelő képzés nem volt ott. De hogy a doktori iskolában is olyan szerencsém, tehát hogy annyira sok ember jut eszembe, és hogy elnézést kérek, ha bárkit is kihagyok, de én most megpróbálom felsorolni, jó, hogy Szabolcs Éva, aki ugye azt mutatta meg, hogy a gyerekről, iskoláról mindig csak egy társadalmi környezetben lehet gondolkodni, nem lehet csak úgy. Trencsényi László, akit a mai napig elhívok a mesterszakos órákra, hogy lássák a hallgatók, hogy micsoda tudással felvértezve lehet odalépni a gyerekek mellé. Németh András professzor úr, aki ugye most úgy csinálunk mi művészetpedagógiai konferenciákat, ami például a mesterszakunknak, a gyermekkultúra mesterszakunknak szerintem egy előképe, hogy már 6, tehát most jön a 6. művészetpedagógiai konferencia. A TÓK-nak volt egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen kitüntetett szerepe, hogy mi rendeztük meg a 4. művészetpedagógiai konferenciát is, és mindig továbbadjuk, tehát hogy van egy ilyen előre kivart vándorbot, amit továbbadunk, és hogy Németh András professzor úrnak tudtam ezt továbbadni, ami szerintem egy ilyen nagyon-nagyon pozitív dolog, de hogy ha már ez a kérdés, és akkor utána én már nem, megpróbálok, hogy nem beszélek magamról, hanem még a Nádasi Máriáról, hogy ő mindig egy ilyen egyenlőséget tudott teremteni, hogy nem azt érezted, hogy egy oktatóval beszélsz, hanem az volt fontos, hogy mit gondolsz, az volt fontos, hogy vitatkozzunk. És például volt, mikor első éves voltam, mikor jöttem ide, akkor jutott eszembe, hogy kitaláltam, hogy készítek egy könyvet, hogy én fogom megírni, megrajzolni gyerekeknek olvasástanítás.
Nádasi Mária a következő hétre megszervezett egy időpontot, hogy egy tankönyvíróval összehozzon engem. És nem is ez a fontos, hanem hogy ennyire komolyan vett, illetve hogy azonnal úgy hozta hozzánk közel az alternatív pedagógiákat, ugye ez, ahogy az előbb mondtam, a 80-as éveknek a vége, 90-es évek eleje, hogy nem csak könyvekből olvasta, hanem tapasztalatból, mert hogy megnyíltak akkor lehetőségek, és behozta. És akkor hozta be ő például először azt, hogy művészeteken keresztül olvasást, matematikát, írást tanítani. Tehát, hogy egy pillanat alatt arra jöttem rá, hogy nem attól függ, hogy milyen könyvet fog valaki írni, meg rajzolni, hanem hogy milyen módszer az, ahogy közelítünk a gyerekekhez. De hogy ugye mi már egyébként kapcsolódtunk, tehát, hogy volt olyan kurzus, amikor a Veronikával kapcsolódtunk, illetve, hogy én emlékszem, hogy amikor a Pagony megalakult, akkor tényleg az egyetlen volt, tehát, hogy nekem ilyen 22 éves a nagyobbik lányom, és hogy még mindig a Pagonyba az volt a menedék, tehát, hogy ott voltak olyan könyvek, hogy ott lehetett olyan gyermekkultúrához jutni, aminek volt értéke, akár a képi világában, akár pedig a szövegeiben. Hát nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak a választ, és akkor úgy illik, hogy azért röviden én is válaszoljak. Ugye én történelem és filozófia szakon végeztem itt az ELTE-n, egyébként magyar szakot végeztem még a Pécsi Egyetemen, és csak hogy kicsit megerősítsem, amit ti is mondtatok, tehát hogy nekem is valahogy az egyetem elvégeztével az lett a tapasztalatom, hogy bölcsésznek lenni azért nagyon jó, mert egy borzasztó széles rálátást ad a dolgokra, és hogyha az ember ehhez hozzá tud társítani egy szakmát, akkor azt nagyon ki tudja tágítani annak a lehetőségeit. Tehát, ugye mindig mondják, hogy nehéz a bölcsészet tudományból megélni, de hogyha az ember tud egy szakmát hozzátenni, akkor viszont olyan plusz energiákat, meg műveltséget, meg gondolkodást, módot ad a bölcsész végzettség, ami szerintem tényleg megfizethetetlen. És például nekem az egyik kedvenc órám, ami nagyon távol áll tőlem, de az a filozófia szakon a logika volt Mekis Péternél, pont azért, mert megtanított érvelni, megtanított azt, hogy mi az, hogyha tesz egy állítást, akkor hogy lehet abból egy következtetést logikusan levonni. Tehát ez a hogyan gondolkodjunk magát, a gondolkodás módot egy bölcsészettudományi képzés nagyon jó esetben azért ezt az ember elég jól megtanulja így az évek során. És aztán ez tulajdonképpen a mai napig engem nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy bizonyos helyzeteket fölismerni, analizálni, továbbvinni, mi a következő lépés. Tehát ez a fajta rendszerező gondolkodásmód, amit itt az ELTE-n megkaptam, az engem nagyon-nagyon sokat segített, dacára annak, hogy jelen pillanatban ugye én elsősorban zenei ismeretterjesztéssel foglalkozom, főleg óvodás, kisiskolás gyerekeknek tartunk koncerteket, és hát ez egy nagyon nehéz műfaj, mert ugye mindig ott az adott pillanatban kell jót teljesíteni, tehát hogyha az ember létrehoz egy szép könyvet, az tudja a maga útját járni, vagy fejleszt egy programot, vagy egy társasjátékot, vagy létrehoz valamit, az aztán elkezdi a maga útját járni, de hát ez ilyen értelemben előadó művészet, és mindig ott az adott pillanatban kell valahogy megnyerni a közönséget és a gyerekeket annak, hogy ne csak szórakozzanak, hanem valami pluszt is tudjunk adni nekik. És picit ezzel függne össze a következő kérdésem is, ami ugye nagyon jól mutatja, hogy nagyon sok kapcsolódás van így a működésünk között, hogy nektek akár mint szülők, nagyszülő, még senki nem nagyszülő, ugye? Tehát akár mint szülők, akár mint szakemberek, tehát hogy a ti munkátokban miben látjátok a legnagyobb kihívást abban, hogy a mai gyerekekkel megtaláljátok a kapcsolódást. Ezt most abszolút szabad a gazda, tehát hogy aki, nem akarom szegény Verát macerálni mindig, de hogyha úgy érzed, akkor természetesen. Tehát miben tudtok, hogy érzitek, mi a legnagyobb kihívás most nektek abban, hogy a mai gyerekekhez kapcsolódni tudjatok? Ugye azért a mi beszélgetésünk ma leginkább a kis óvodás, kisiskolás korosztályú gyerekekről szól, tehát ehhez a korosztályhoz kérdezném elsősorban. Éreztek-e ilyet? Hát, hogy talán az egy ilyen nagy kérdés, hogy hogyan lehet a kultúrát tovább hagyományozni, nem? Tehát, hogy talán ez egy ilyen közös nevező, hogy jelenleg 2022-ben hogyan lehet ezt jól megcsinálni, hogy lehet értékeket őrizni, hogy
hogy természetesen már itt egy kicsit beszéltünk előtte, és abszolút felmerült ez, hogy digitális világ, hogy erre azért rátett a Covid, hogy természetesen az óvodás, a bölcsődés korosztályban ez még azért is erősebb, mert hogy az utánzás, tehát nem tud nem utánozni egy óvodás, egy bölcsődés, és ezt látja a szüleinél is, tehát hogy természetesen ez ott van, és akkor hogy lehet az, hogy koncertre menjen, hogy élvezzen egy mesét, ugye, hogy erről is beszéltünk az előbb, hogy van, aki szerint nem értik a gyerekek a mesét, van, aki azt mondja, hogy nem tudnak jelenleg játszani. Ugye egyébként azt szoktuk mondani pszichológusként, hogy ott van baj. Tehát, hogy amíg egy gyerek tud játszani, addig fel tudja dolgozni a problémáit. Amíg egy mesét úgy meg tud hallgatni, hogy belső képzeleti képeket tud készíteni, azaz elaborál, feldolgozza mindazt, ami őt foglalkoztatja, ami számára fontos, addig ő jól lesz, jól lehet. Ugyanakkor, ha csak egy-két ujját mozgatja, hogyha a saját teste térbeli helyzetét nem tanulja meg uralni, már pedig ez egy óvodás, ez egy egyébként szerintem 12 éves korig, de mindenképpen egy kisgyereknek, kora gyermekkorban ez az intelligenciája. Uh-huh. Nem elsősorban a verbális intelligenciája. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket az utakat keressük most, uh-huh. hogy akkor hogyan is lehet középre helyezni a gyereket, és hozzá közel hozni a kultúrát, azért, hogy mentálisan egészséges legyen, ahova te eljutottál, mint egy mellékesen. Szerintem ez a lényeg. Igen, meg hát a szülőkön keresztül, meg a felnőttön keresztül, mi ugye ezért dolgozunk, hogy megtanítsuk azokat a módszereket, amivel fel tudja kelteni a gyerekek érdeklődését egy pedagógus vagy egy szülő. Mert azt látjuk, halljuk az óvónőktől is, hogy nagyon nehéz, tehát pont amiről beszélt, hogy a belső képalkotó képesség, érzik az óvónők, hogy a mai gyerekekben azért ez azért nem olyan, mint pár évvel ezelőtt volt akár. És bocsánat, hogy közbevágok, de szerinted ez egyértelműen a digitalizáció következménye? Tehát ezt... Félek ilyen erőszavakat, vagy kijelentéseket tenni, illetve lehet, hogy ez Veronika igen, terepe, de én a gyakorlatban ezt látom. Uh-huh. És azért, és most nem azt mondom, hogy a maga a képernyőzés, meg a kütyüzés, mert ugye vannak olyan dolgok, amik tök hasznosak, meg fejlesztik a gyerekeket, hanem inkább a napi rutinba való beépülés. Hogy szétszakadt a család emiatt. Ennek van egy olyan hatása, ami miatt tényleg nehezen indulnak el akár egy programra is a családok. És az nagyon egy kirándulás, vagy egy múzeumlátogatás, mert lehet az élvezetes is, erről tudsz beszélni még nekünk. Tehát vannak olyan eszközök, amivel a gyerekeket fel tudjuk állítani a képernyő elől, és nem azt mondom, hogy minden áron ezt meg kell tenni, viszont alternatívát érdemes nyújtani a szülőknek, mert én azt látom, hogy tanástalanok nagyon. És szomorúak, sok kudarcuk van ezzel kapcsolatban, és egy picit a kedvüket veszi ez a helyzet, és kell az alternatív megoldás. Ülnek képernyő előtt, elkerülhetetlen, persze, de legyen alternatíva. És mondjuk azt, hogy igen, kell olyan program neki, találjon ki a szülő, de hát azért ez nem olyan egyszerű, pláne amilyen pörgésben vagyunk, vagy vannak a szülők, úgyhogy ezért tartom fontosnak, hogy mi ezzel most ez a fő célunk, hogy ezek a program lehetőségek meglegyenek. Vera, mert ugye ti kifejezetten ezt kutatjátok az Alfa Generáció Laborban, hogy a ti kutatásaitok mit mondanak, mert ugye ti azt vizsgáljátok, hogy a kütyüzés hogyan hat a gyerekekre, korosztály szerint is vizsgáljátok ezt, elég komoly anyagotok van erről, hogy egy picit meg tudod osztani az ez irányú tapasztalataitokat velünk? Hát nem csak a saját kutatásainkról beszélnék akkor, hanem úgy, amiket tudunk eddig a szakirodalom alapján. Hát nagyon komplex a kép nyilván, tehát egy komplex jelenségről van szó, tehát az, hogy milyen hatása van a úgymond kütyüzésnek, most így röviden így használnám, az attól függ, hogy a gyerek hány éves, milyen tartalmakat használ, tehát például mondjuk az ilyen erőszakos, agresszív tartalmaknak van a leginkább negatív hatása, akár az, hogy a gyereknek is növelik az agresszió szintjét, vagy figyelemzavarhoz, hiperaktivitáshoz vezethetnek. Aztán az, hogy hogyan csinálja a gyerek, tehát például, hogy a szülővel együtt, tehát az mindig sokkal jobb, ha a szülővel együtt néz tévét, együtt kütyüzik,
és főleg, ha meg is beszélik az ott látottakat. Tehát ezt kimutatták, hogy ez csökkenti a negatív hatásokat. Uh-huh. Aztán igen, hogy mikor, például milyen helyzetben, lefekvés előtt nem ajánlott, mert az alvás problémákhoz is hozzájárul. Nem ajánlott olyan helyzetekben, amikor egyébként a családnak épp lenne ideje egymásra mondjuk ebéd közben, meg az ilyen rutinok közben. És vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy mondjuk akik ilyen rutinok közben többet használnak eszközöket, akár a szülő, akár a gyerek, ott nagyobb esély van arra, hogy a gyereknek ilyen társas érzelmi problémái lesznek, vagy lassabban fejlődik ezekben. Aztán hát amit sokszor szoktak vizsgálni, és találtak is sok összefüggést, az a figyelem, de ez főleg tévénézéssel kapcsolatban van elég sok kutatás már, és azért ott is azt mutatják, hogy legalábbis a nagyon korai és intenzív tévénézés az növeli az esélyét a figyelem problémáknak. Bocsánat, hogy hadd kérdezzek közben, hogy a korai alatt mit érte ezt? Hát ez ilyen néhány éves kori, tehát mondjuk 3 éves kor alatt. És egyébként ezt már a WHO, meg az Amerikai Gyerekorvosok Szövetsége is megfogalmazott ilyen ajánlást, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán nem javasolnak semmilyen képernyőnézést, és akkor utána is azt hiszem ilyen napi fél órát maximum, vagy valami hasonló irányelvek vannak. Amit mi találtunk, az egy érdekes hatás, hogy akik kütyüznek, azoknak a figyelme inkább a részletek felé fordul. Tehát, hogy ugye alapból arra vagyunk hajlamosak, hogyha valamit megfigyelünk, akkor először az egészleges mintát, az egységes képet figyeljük meg. Tehát mondjuk belépünk ide a terembe, akkor először ugye a teremről lesz egy képünk, és csak utána kezdjük el a részleteket figyelni, mondjuk, hogy milyen a szék vagy a függöny. És hogy a kütyüző gyerekek ebben mások, ők inkább a részletekre figyelnek hamarabb, és ezt egyébként úgy is megkaptuk ezt az összefüggést, hogy kísérletesen, tehát hogy a gyerekek egyik csoportját megkértük, hogy egy tabletes játékkal játszanak 10 percet, a másik csoportja pedig egy hagyományosabb játékkal, és akkor a tabletes játék után inkább a részletekre figyeltek a gyerekek. És ez alapvetően nem jó vagy rossz, tehát hogy egyszerűen csak más lesz így a figyelmi működésük, és valószínűleg, tehát azt más kutatásokból tudjuk, hogy ez a figyelmi működés pedig együtt jár a gondolkodási különbségekkel is, tehát hogy aki inkább a részletek felé irányuló figyelmet mutat, az hajlamosabb az ilyen analitikus, mérnöki jellegű gondolkodásra, míg akik az egészleges mintázatra figyelnek, azok inkább az ilyen kreatívabb vagy szociális készségekbe jobbak, úgyhogy azért ez egy fontos változás lehet, ami már akár például az oktatás terén is megnyilvánulhat, hogy másként gondolkodnak ezek a gyerekek, illetve később például lehet, hogy sokkal kevesebb lesz, aki mondjuk ilyen szociális vagy művészi területe helyezkedik el, míg mérnöki meg műszaki területen meg többen. De ők hány évesek? Bocsánat, ők mondjuk, hogy hány évesek? Aha, óvodások. Négy és 6 év közöttiek. Igen, mert nyilván ez társul egy hajlammal is, tehát hogy azért nem csak azzal függ össze, gondolom én, hogy... Hát de igen, pont ezért csináltuk ezt a kísérletes vizsgálatot, hogy ott mindenféle gyereket behívtunk, akár kütyűzik, akár nem, és véletlenszerűen soroltuk őket 2 csoportba, vagy tabletes játékkal játszottak, vagy a nem tabletessel, és annak volt ilyen hatása, tehát függetlenül attól, hogy nekik milyen a alaphajlamuk, volt egy ilyen hatása a játéknak. Mert amit most itt több beteknek is a válaszában fölmerült, mint szó, ez a figyelem volt, hogy ez egy nagyon kulcsfogalomnak tűnik, azt hiszem, ebben az egész problémában, és hogy nekem is van egy ilyen, vagy nekem van egy ilyen meggyőződésem, ami így nekünk szülőknek, nekem 4 kisgyerekem van, 9 éves a legnagyobb, 1,5 éves a legkisebb, tehát ezt ilyen szülői tapasztalatból is mondom, hogy talán az egyik legnagyobb kihívás, így én azt érzem a mindennapi életben, az, hogy a megfelelő figyelmet meg időt oda tudjam adni a gyerekeknek, hogy gyakorlatilag azáltal, hogy zsebünkben van a telefon, ami folyton pittyeg, berreg, rezeg, és folyamatosan a figyelmünket kéri a telefonunk, de hogyha kimegyünk az utcára, a reklámok is, minden, ami szembe jön, tehát rengeteg dologgal vagyunk bombázva, és egyébként nyilván a gyerekek ugyanígy egyébként, pláne, hogyha egy digitális eszközt adunk a kezükbe, akkor ugyanígy az ő figyelmükért is folyamatosan megy ez a versengés,
hogy ti tudtok-e jó praktikákat arra, hogy hogyan tudjuk mégis azt az időt megadni a gyerekeknek, főleg ebben a kisgyerekkorban, ahol majdnem, hogy ez a legfontosabb, hogy elég időt töltsünk velük, és ezt most mondtátok ti is, hogy ez mennyire fontos, hogy kiránduljunk, hogy elmegyünk egy múzeumba, hogy minőségi időt töltsünk együtt, és ugye erről majd Eszter mesélhetne egy picit, hogy például az együtt olvasásról ugye nagyon sok kutatás volt, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekekkel együtt olvasunk, de hogy ti tudtok-e jó praktikákat erre, hogy tudjuk ezt a figyelmet megadni a gyerekeinknek? Hát az olvasás az tényleg az egyik legjobb praktika, úgymond, bár nem, soha nem gondolkodtam így az olvasásról, mint nem tudom, praktika, és egyébként én, szóval, hogy én ebben nem is vagyok ilyen borulátó, és soha nem is voltam, és az egész Pagony története nem azt mondja, hogy ebben nagyon borulátónak kéne lennünk, hogy a kütyüzés úgymond legyőzni az olvasást, ezt soha nem tapasztaltuk. Amikor mi elkezdtük a Pagonyt, akkor az összkönyvkiadásnak az 5%-a volt a gyerekkönyvkiadás, most meg a 30%, nyilván ez az egyik lejjebb ment, a másik följebb, de mindenképpen sokkal erősebb lett a gyerekkönyvpiac, mint valaha volt. Nyilván vannak rossz könyvek is, meg jó könyvek is, de tény az, hogy minden esetre ez mindenképp azt mutatja, hogy van kereslet a gyerekkönyvek iránt, és a gyerekek ösztönösen szeretik a meséket, és szeretnek olvasni, és mi úgy látjuk, hogy ez később jön el, amikor nem szeretnek olvasni, tehát amíg olvasnak nekik, az biztos nagyon szeretik, és szeretik nézegetni is a könyveket, és a mi tapasztalataink szerint az inkább a kiskamaszkor, amikor 10 plusz, amikor elkezdenek nem olvasni, és akkor is elsősorban a fiúk azok, akik elkezdenek nem olvasni, a lányok. Mindig voltak olvasó gyerekek, régen se olvasott mindenki. Szóval, hogy én ezt másfelől pedig én teljesen tehát azt gondolom, hogy okosan kell élni ezekkel a digitális eszközökkel. Nem tudunk úgy tenni, mintha ezek nem lennének, annál is inkább, mert mi sem úgy élünk. Tehát szerintem nagyon álszent dolog azt mondani, hogy a gyerekek kütyüznek. Hát mi kütyüzünk, ahogy ti is mondtátok, mi kütyüzünk, non-stop kütyüzünk. Nem tudjuk kivonni magunkat az alól, hogy ne nézzük folyamatosan a telefonunkat. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a gyerek az, nem tudom, csak egy mesekönyvet nézegessen, míg mi folyamatosan online vagyunk. De akkor tényleg, bocsánat, hogy közben aggódok, lehet ez az első tanulság, amit levonhatunk, hogy nekünk kell példát mutatni, félre Igen. kell tenni a telefont, Igen. és legyen olyan időszak, amikor nincs. Tehát Igen. lehet ez az első. Ez az önnevelés. Én ezzel nagyon egyetértek, illetőleg, amit te mondtál, Vera, hogy együtt csináljunk dolgokat, mert nagyon sok jó dolgot lehet csinálni digitálisan nyilván, meg sok mindent lehet együtt nézni, és az nem ördögtől való szerintem. Megváltozott a világ, muszáj alkalmazkodnunk ehhez a megváltozott világhoz. Az iskola az, ami olyat követel a gyerekektől, ami lehetetlen. Tehát nem tehetünk. Az iskola sem szabad, hogy úgy tegyen, mintha a világ olyan maradt volna, mint 30 vagy 50 vagy 70 évvel ezelőtt. Hát szerintem mi, mint egy könyvkiadó például, ebben sokkal rugalmasabbak vagyunk, meg kisebb körökben rugalmasabbak az emberek, a felnőttek, a gyerekek. Szerintem azért betegít meg ez a mai iskolarendszer annyi gyereket, mert annyira távol került a valóságtól sajnos. Tehát nem biztos, hogy a gyerekek tehetnek. Szóval, hogy tényleg nem az van, hogy most a kütyük miatt annyival több figyelemzavaros gyerek van, hanem nagyon rugalmatlan az iskola rendszer szerintem, mert a gyerekek azok igazából okosak ma is, bizonyos szempontból sokkal okosabbak és fejlettebbek szerintem, mint régen. Másmilyenek, nem tudom, de hogy nem, én semmiért nem hibáztatnám tényleg a gyerekeket, hanem az iskola rendszert. Azt nagyon. De az egy másik beszélgetés. Az egy másik beszélgetés, de igen, de a kütyüket sem. Mit gondolsz, hogy milyen szempontból fejlettebbek, okosabbak a mai gyerekek? Nagyon sok mindent tudnak, tényszerűen nagyon sok mindent tudnak szerintem, meglepően. És hát nagyon sok olyan kisgyereket látunk, akinek rendkívül fejlett gondolkodása van. Igaz, hogy a szülők mindig úgy is jönnek a Pagonyba, és azt mondják, hogy az én gyerekem az 5 éves, de annyit tud, mintha 10 lenne, mindenki. Igen, ez egy fontos dolog, hogy ki megy oda, igen, hozzá. Igen. De hogy tényleg nagyon-nagyon sok okos gyerek van, aki Kenny vágja a görög mitológiától elkezdve, nem tudom, nagyon sok olyan gyerek van, akinek van egy ilyen spéci érdeklődés, és azon belül mindent, részleteket. Érdekes lenne azt megnézni, hogy tényleg ugyanolyan széles az olvasó réteg, vagy pedig
nem biztos, hogy annyira széles, csak több könyvet fogyaszt. Tehát régebben lehet, hogy többször olvastuk el ugyanazt a könyvet, a mai gyerek meg már nem biztos, hogy többször szeretné ugyanazt, hanem újabb könyvet szeretne, vagy a szülő is így van vele. Én ezt érdekesnek tartanám, most jutott eszembe, ahogy erről beszéltél, hogy vajon ebben van-e változás, hogy egy család per könyvmennyiség, így hogy alakul az évek alatt. Azt hiszem, hogy azt szokták mondani, hogy ugye vagyunk nem egész 10 millióan, és ebből olvasó ember az 800 ezer, tehát az egész könyvpiac az 800 ezer embernek szól. Felnőtt, gyerek, ismeretterjesztő, minden egyben. De ez régen is így volt? Hát szerintem régen azért is több volt, mert tényleg annyival több lehetőség lett. Tehát... Most arra lennék kíváncsi, bocsánat, most Neddához fordulnék egy picit, hogy ti, akik elindítottatok ugye egy gyerekkultúra szakot, ott azért nagyon fontos alapkérdésnek tűnik az, hogy mit gondolunk itt a 21. század elején a gyerekekről, milyen képünk van a gyerekekről, hogy érdemes hozzájuk viszonyulni. Tehát ugye réges-régen, sok száz évvel ezelőtt kis mini felnőtteknek kezelték a gyerekeket, beöltöztették felnőtt ruhákba, azt várták, hogy úgy viselkedjenek, mint a felnőttek, tanulják meg az etikettet. Ugye hál' Istennek azért ez már felülíródott, de hogy mennyire lehet egy ilyen egységes képben gondolkodni, hogy na, a mai gyerekek olyanok, hogy tájékozottabbak, okosabbak, reflektívebbek, érdeklődőbbek, tehát hogy ti erről hogy gondolkodtok? Jó, hát köszönöm szépen. Én azt tudom elmondani, hogy én gondolkodom, tehát nem tudok több eszemben beszélni. Az bőven elég, igen. Igen. Egyébként játékkal kapcsolatos kutatásaim mutatják azt, hogy ahogyan a felnőttek gondolkodnak a gyermekkorról, azzal meghatározzák a gyermekkort. Tehát, hogy amilyen előfeltevéseink vannak. És ugye, hogyha nagyon leegyszerűsítem, ugye, mert hogy azért beszélgettünk arról, hogy azért vannak gyerekek, akik nem értik azt, amit éppen mondasz nekik, vagy azt a mesét, amit éppen elmesélsz nekik, és hogy amikor megnézzük a nézetrendszereiket a szülőknek, akkor van, aki azt mondja, hogy azért veszek neki ennyi minden kütyűt, ennyi minden, hogy mondjam ezt, elektronikus játékot, mert a lehető legjobbat szeretném neki adni, mert ezzel fogom őt megemelni. És aki pedig még televíziót is elrak, letakar, nem tudom, mindent elrak a gyermekek közeléből, ő pedig azt gondolja, hogy ezzel fogja a lehető legmagasabb kulturális javakat számára biztosítani. Ez egy ilyen nézetrendszer van mögötte. Szerintem nagyon jó onnan indulni, amit egyébként így mondtál, és mint egy féltem, hogy milyen konklúzió lesz, de hogy egy első számú konklúzió, az az önnevelés, szerintem is így van. Tehát, hogy először mindig saját magamat kell megnevelni, és talán erről szól az egész nevelés, minden nevelés, önnevelés, mert hogy vajon én hogy csinálom, én hogyan gondolkodom, mert nem fogja tudni másképp csinálni. Én egy kicsit így félnék ilyen kategóriákat kialakítani, úgyhogy ezért is szerintem jó volt ez a gondolkodás és hozzáállás, vagy így rákérdezés, mert hogy inkább onnan közelítenék, hogy akkor mit tudok mellé tenni. Tehát, hogy vajon jó-e egy gyereknek, hogyha mondjuk 4 éves vagy 5 éves, és azt mondtad ugye, hogy a görög mitológia, a görög mitológiában már otthon van, tehát hogy vajon nem jobb neki az, hogyha az ő életkorában van még, tehát nem mindig egy kicsit előrébb van, hanem ott van abban az életkorban, és hogy az milyen érdekes lenne, hogyha megélhetné azt az életkort. Ugye, amit mondasz, hogy nem tud, ahogy ezt mind a ketten mondtátok, hogy nem tudom megállni, hogy ne vegyem elő, hogy ez egy ilyen dopamin felszabadulás, tehát hogy igazándiból az öröm hormonok egyszerűen nucleus accumbens, ugye, hogy egyszer csak egy ilyen kielégülés érzést okoznak, de hogyha felmászunk egy hegyre, ezt is tanultad ezt a példát, hogyha fára mászom, egy történetet meghallgathatok, amihez belső képeket készítek, az ugyanúgy meg okozza ezt a felszabadulást, és tényleg azt kellene megnézni, hogy ezek a tevékenységek ott vannak-e a gyerekek életében, és hogy mit tudunk tenni, hogy ott legyenek. Bocsánat, de még arra is rákérdeztetek, hogy múzeum. És mi elkezdtünk egy olyan programot, amikor óvodás gyerekeket viszünk úgy múzeumba, hogy az őket valóban érdekelje. Tehát, hogy
mesével, játékkal egy olyan foglalkozást építünk köréjük. És azon észrevettük, hogy óvodás gyerekeket úgy lehet múzeumba vinni, az első kérdésed, hogyha a felnőtt motivált, hogyha az óvodapedagógus motivált, hogyha a család motivált. Tehát azonnal több szintéről közelítettük meg ezt a kérdést, tehát hogy a felsőoktatásban is, a kurzusainkon. És hogy van egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy a felnőttek utána a barátaikat viszik el, tehát nem azonnal óvodásokat, hanem a barátaikkal kezdenek el múzeumba járni. Az óvodás pedig elviszi a nagymamáját, elviszi a szüleit, tehát hogy például mondta ezt egy ilyen bérlettel rendelkező óvodás csoport esetében az egyik óvodapedagógus, hogy akkor mondták a szülők, amikor elmentek a hetet hét játékmúzeum, hogy na, akkor nekünk megint el kell mennünk hétvégén, mert hogy akkor ő ezt fogja kérni. De hogy ehhez fel kell ezt az igényt, meg kell mutatni, hogy na, vajon ez örömet okoz-e neked, érdekes-e számodra. Úgyhogy én elfogadva mindazt, amit mondtál, ott megnézném, hogy kik azok a gyerekek, akik bemennek a pagonyba, és akik a te mintád, ugye, mert hogy nagyon sokféle gyerek van, nagyon sokféle család van, nagyon sokféle szocioökonomiai háttérből jöhetnek gyerekek. Nagyon érdekes, amit mondtál, Ned, de hogy a pedagógus is viszi a barátait a múzeumba. Tehát, hogy a felnőtt is ritkán éli ezt meg, hogy egy programba ennyire bevonódik, pláne akkor, ha ez egy gyerekkel közös program, nem? Tehát, hogy én azt látom még, hogy mindenhonnan ugye ezt halljuk, hogy a gyerekek kütyüznek, és úgyis csak kütyüzik otthon, nem is beszélget már velem, meg hiába kérdezem, nem válaszol. Dehogy is, tehát oda kell menni hozzá, bele kell nézni a szemébe, kell valami olyat kérdezni, mutatom, figyelek rá, és elérem azt is, hogy ő is figyeljen rám, akkor, hogyha tudom, hogy kell hozzá szólnom, mit kell mondanom. Tehát, hogy ez a kapcsolódás talán, ami segíthet egy kicsit, ugye nagyon túl vannak ingerelve a gyerekek, és valahogy a szülői kommunikációnak szerintem a hozzájuk való hozzáállásnak is változnia kell, egy picit ilyen olyan drasztikusabbnak kell lenni, akár a humorhoz is fordulhatunk. Tehát megnevettetni egy gyereket tök könnyen lehet. És hogyha azt látja a szülein, hogy amúgy anya-apa nem szokott ilyen vidám lenni, de velem ilyen kapcsolatot keres, akkor már sokkal inkább nyitott lesz a gyerek arra, amit én szeretnék neki mondani, olyan helyzetekben is, ami mondjuk lehet, hogy egy probléma helyzet, mi ezt látjuk, hogy ezért dolgozunk, hogy egy hisztiből is, hogyha a szülő meg tud úgy tud szólni a gyerekhez, akkor hosszú távon tud eredményt elérni, mert van egy olyan közös kommunikációs alap, ami kellemes mindenkinek, és a gyereknek is érdekes. Tehát, hogy ezt látom, hogy mi ezt volt, amikor erőszakkal próbáltuk a családoknál elérni, hogy megunt játékokat, ami tényleg autópálya, vagy egy építő játék, használjanak úgy, ahogy nem szokták. Tehát kiírtunk egy ilyen pályázatot jó sok évvel ezelőtt, nagyon nagy sikere volt, mert szerettük volna a szülőket bevonni a gyerekek játék tevékenységébe, úgy, hogy használja a kreativitását, tehát hogy számára is kognitív kihívás legyen. Ez a közös tevékenység a játékkal, és óriási sikereket értünk el, hogy igenis a szülő le tud ülni, és hogyha a gyerek érzi rajta, hogy tényleg nem csak azért játszom vele, mert játékidő van, vagy játszol a babával, és én ott ülök melletted, és néha beleszólok, esetleg a mobilt nézem közben, hanem a szülő bevonódik, akkor az nagyon jó hatása van adott helyzetben, és hosszú távon az ő kapcsolatukra is. De szerintem erre kell nagyon figyelni, hogy közel tudjunk hozzájuk férkőzni, és nehezebb. És erre a humor szerintem egy nagyon jó megoldás. Meg ugye azt mondtad, hogy gyógyítanak a mesék. Most bocsánat, hogy így fogalmazok, de hogy tulajdonképpen, hogy az élőszavas mesemondás gyógyít. Mert a amit mondtál most, hogy a kapcsolatunk gyógyít, az a figyelem gyógyít. A legjobban azt szeretik a gyerekek, hogyha megmondhatják, most ez legyen, most ez a szereplő, most itt. 20-valahány éves korukban is emlékeznek a gyerekeim az így kitalált mesékre, mert ott egy kreatív áramlásban vagyunk együtt. És egyébként Karácsony Sándor már beszél gyógyító mesékről, amikor lemegy a láz, amikor egyre jobban van a gyermek. Pont azért, mert egy relaxált állapotba kerül, és ez az emberi szó. Tehát, hogy ez nem más, ez nem gép, nem stb.
Igen, ez óriás. Nekünk az említett eset, ahol egy műtétre került sor, és a kisfiú nagyon jól átvészelte, ott például a kórházi személyzet is bevonódott. Tehát az volt nagyon szép, hogy ők is szórták a fájdaloműző port együtt, mert és az segített a gyereknek, hogy ott ők így együtt voltak, és ez a mese mellett, ez a társas közeg, ez nagyon fontos. Akár gyógyítani tud, meg fájdalmat csillapítani. Ezekkel nagyon egyetértek, és mi is említettem ezt a mobil applikáció csomagot, amit fejlesztünk, és ebben van most egy újabb fejlesztésünk, egy olyan hát ilyen játékszerűség, amivel arra próbáljuk ösztönözni a szülőt, meg a gyereket is, de elsősorban a szülőt, hogy ő maga találjon ki így fejből meséket, és akkor ehhez csak adunk ilyen kis segítségeket, hogy képeket, vagy egy-egy ilyen kis szövegrészlete. És tényleg ezt úgy, én magam is úgy tapasztaltam, hogy a gyerekek ezt imádják, amikor a felnőtt így kitalál egy mesét, és akármilyen kis suta mese, ezt nagyon szeretik. Most nem is feltétlenül a személyes meggyőződésből, csak inkább a vita kedvér, hogy opponáljak, vagy nem is opponáljak egy picit, csak az én kérdésem igazából az, hogy azért hát szülőként is nagyon nehéz megfelelni, mert hogy annyiféle szerepkörben kell folyton helytállnunk, hogy építsük a karrierünket, legyünk fittek, legyünk jó apák, anyák, apaként azért mi is főzzünk, takarítsunk, anyaként azért mi is vegyük ki a részt a, nem tudom én, a családfenntartásban. Szóval nagyon sokféle elvárásnak kell egyszerre megfelelni, és amikor az ember mondjuk hazaér hullafáradtan, 6-kor, 6:30-kor, nyakába borulnak a gyerekek, és akkor nyilván marha jó lenne élőszavas mesélni, de azt se tudom már, hogy egyébként hány óra van, és inkább csak a sörömre tudok gondolni, de nem arra, hogy a kis királyfi hogy indul el. Tehát hogy ebben hogy lehet egyensúlyt találni, mert ez nagyon ideális, amit mondtok, csak hogy van-e erre jó praktikátok, hogy amikor a hétköznapi életnek a rutinja a mókus kereke bejön, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok szülő nem azért adja oda mondjuk a tabletet, meg a mobiltelefont, mert rosszat akar, vagy mert jót akar, hanem egyszerűen addig is nyer egy kis időt vele. És szerintem a legtöbb szülő így gondolkodik ezekről a dolgokról, hogy időt nyerek magamnak ezekkel az eszközökkel. És nyilván egy olyan világban élünk, amikor erre egy piac is telepszik, tehát hogy vannak olyan applikációk, akik mesélnek helyettem. Vannak olyan applikációk, akik játszanak helyettem a gyerekkel. El tudom vinni a gyerekemet egy helyre, ahol megcsinálják neki a szülinapját, és nem kell nekem tortát sütni, stb. Tehát, hogy lehet ezt jól menedzselni? Tehát, hogy erre van-e praktika? Szerintem a meglepés erre a varázsszó. Tehát, hogy meglepni a gyereket nagyon rövid idő alatt lehet a mai rohanó világban, vagy ahogy mondtad, hogy nincs időd rá. De hogyha egy picit máshogy viselkedsz, mint ahogy szoktál mondjuk, akkor szerintem öröm nézni, de felcsillan a szemük. És valahogy erre próbáltam utána a humorral is, vagy a meglepéssel, hogy ezek, hogyha így beépülnek a hétköznapokba, akkor ez nem kell sok idő. Mert igen, amúgy fejleszti a gyereket tök sok minden helyetted, de ez a kapcsolódás, amiket tök, ez nagyon fontos, hogy megmaradjon, akár megkérdezni a véleményét dolgokról. Teljesen most meséről, vagy akár arról, hogy veled mi történt, és megosztod, és megkérdezed őt, bármilyen pici legyen, tehát hogy odafigyelsz rá. Ezek nem tart mindig hosszú ideig, de a gyerekekre óriási hatással van. Tehát nem is a mennyiség számít, ha azt mondod, hanem a minőség. Igen. Lehet, hogy csak 10 percet figyeltél oda a gyerekedre aznap, de ha az olyan volt, akkor az... Igen, erre próbáltam. Te is akartál vele valamit. Igen. Tehát teljesen természetes az, amikor a szülőtök fáradt, és azt akarja, hogy most legyen fél órája egyedül. De hogy azért sok mindennel meg lehet oldani azt, hogy a gyerek foglalja el magát, és egyébként nem is árt, ha a gyerek megtanulja azt, hogy hogyan tudja elfoglalni magát, és ugye ezek a digitális eszközök túl egyszerűek, tehát már mint ilyen szempontból, hogy nem kell gondolkozni, hogy most mit csináljon, hanem adja magát, és hát még az a probléma, hogy nagyon vonzóak a gyerekeknek, és azért nagyon addiktívak. Tehát, hogy én nem vagyok ilyen nagyon kütyűellenes, hogy soha ne adjunk a gyereknek, de hogy azért ezt már több szülőtől hallottam, hogy így utólag megbánta, hogy elkezdte engedni a gyereknek, hogy kütyüzzön, mert hogy egy idők azt. Úgyhogy azért érdemes késleltetni, ameddig lehet. És tényleg, ha egy mondjuk mit tudom, egy óvodásnál egy képeskönyvet is el tud nézegetni magába, vagy rajzolgatni tud egy nagyobb gyerek, meg egy könyvvel el tud lenni, tehát hogy azért lehet mást is adni nekik.
erre akarsz. Neda? Hát szerintem hitelesség, tehát hogy nem vagyok tökéletes, hát, vagy hát én tökéletes nem, hát én nem vagyok. Hogy amit megmondtál, hogy hát ha én is élvezem, tehát ha meg viszont belelépek abba, hogy akkor most a Ruminiből mesélünk, én emlékszem, hogy így harcoltunk a férjemmel, hogy ki mesél, mert ez annyira érdekes volt. Megint mondták a gyerekeim, hogy anya tovább mesélt, mert hogy ugye én voltam mindig a szigorú, és megmondtam, hogy mennyit fogok mesélni. De hogy akkor hát, ha nekem is jó, tehát hogy találunk egy-egy olyan dolgot, ha megfáradt vagyok, fáradt vagyok, tehát hogy akkor ezt felvállom. Hát meg vagy talán személyes tapasztalatból, tehát hogy tud az működni, nem? Hogy akkor azt mondod, hogy rákészülsz, hogy na, akkor ezen a hétvégén, szombaton, akkor most elmegyünk és csinálunk valamit. Tehát hogy megteremtem annak az idejét. És ez persze nem azt jelenti, hogy a maradék 30 napban meg nem foglalkozom velük, de hogy legyenek olyan kiemelt ünnepek, pillanatok, amikor tényleg úgy vagyunk együtt, hogy... Kiemelt ünnepek, pillanatok, vagy amit mondtál, hogy étkezés közben, tehát hogy megteremteni azokat a szent időket, amikor... És akkor én például azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy mondják el a szülőknek, hogy vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy ha van beszélgetés a családi asztalnál, akkor emelkedik a gyermek intelligencia szintje. És ez egyébként igaz, és ugye azonnal ugye a gyermek intelligencia szintje, de hogy egyébként az érzelmi intelligenciája fog, a társas intelligenciája, stb. De mellékesen még akár mérhető módon is változni fog. Na, mindegy, tehát hogy ilyen szent idő egy-egy napban. Ez nagyon fontos, igen. Meg illetve hát amin még gondolkodtam, ugye az, hogy a kütyükön keresztül azért tényleg kinyílik számukra az egész világ, ahogy nekünk is. Tehát, hogy azért ezt és nem tudom, hogy Vera, ebben mit mutatnak a kutatások, hogy érdemes ezt kinyitni feléjük. És ehhez rögtön hozzá csapnék egy másik kérdés részletet is, hogy nagyon sok szülő küzd szerintem azzal is, hogy lehet, hogy ő még ezt nem szeretné, de mondjuk az osztálytársak, vagy a közeg, az óvodástársak, ahova jár a gyerek, az ő szocializációját nehezíti, nem tud részt venni a beszélgetésekben, mert ő nem ismeri azokat a játékokat, applikációkat, programokat, amikről szó van. Tehát, hogy lehet ezt jól csinálni, vagy hogy érdemes ezt? Hát szerintem tehát a korlátok a fontosak, meg ez a szülői, tehát hogy részt vegyen ő is valamilyen szinten tudjon arról, hogy miket csinál a gyerek, és ne legyen az, hogy korlátlanul mondjuk van egy saját eszköze már 7 éves korában, és akkor azt csinál meg annyit, amennyit. De bocsánat, ez időben, vagy tartalomban is? Is. Hát most már vannak ilyen elég jó szülői felügyeleti eszközök, amikkel be lehet állítani az időkorlátot is, meg a tartalmat is, úgyhogy vannak erre azért eszközök. Megmondom, hogy az így érdeklődjön a szülő, hogy mit csinál a gyerek, megbeszélni vele, meg főleg például a közösségi oldalhasználatot azt azért minél későbbre tolni, nem véletlenül van 13 éves korhatár, csak hát ugye nem mindig tartják be a gyerekek ezt. És Judit, nálatok például mi a tapasztalat, hogy ugye nálatok tulajdonképpen a két dolog egyszerre találkozik, hogy szülő és gyerek együtt van, de mégis egy digitális programnak a segítségével, hogy ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataitok vannak, hogy ez ugyanúgy tud minőségi időt adni? Tehát, hogy mégis csak, hogy mert most nagyon démonizáltuk picit a kütyüket, de hogy azért ennek akkor van egy... Igen, vannak jó applikációk. Igen, abszolút. Hát mi erre nagyon figyelünk, hogy ez egy közös élmény legyen. Tehát ez ugye a szülő telefonján van, nem a gyerekek eszközére telepítendő ez a dolog. Ez egy családi program, és együtt vesznek részt minden hallgatásban, bár vannak most már olyan meséink, amikor a szülőt tudjuk picit termentesíteni, hogy na most elindítja, és ez garantáltan olyan tartalom lesz, ami neki való, ugye pszichológus meseíróink vannak kizárólag. Úgyhogy azért ilyen is van, de nem az a jellemző, inkább vagy együtt csinálják meg otthon, mondjuk ezeket a küldetéseket, amiket beleraktunk, hogy csinálják meg otthon, mondjuk ezeket a küldetéseket, amiket beleraktunk az applikációba, vagy ugye utazás közben együtt hallgatják ezt a tartalmat. Tehát ez is nagyon fontos, visszautalva a bevonódásra a szülők részéről, hogy erre szándékosan figyeltünk, hogy olyan tartalmakat tegyünk ebbe az alkalmazásba, ami a szülőt nem fárasztja. Hanganyagokkal dolgozunk, tehát volt olyan, amit mondjuk ki kellett venni pont emiatt, tehát ezt figyeltük, hogy mi az, ami a szülőnek már nem kényelmes, vagy nem komfortos, de egyre inkább azon az úton járunk, hogy például a felnőttek ismereteit is bővítsük. Tehát olyan ismeretterjesztő meséket
írtunk az applikációba, amit utazás közben hallgatnak, a környék érdekességeiről mesélünk a szülőknek. Tökre szülői igény volt, de meg tudjuk úgy csinálni, hogy ez a gyereknek mese, őt is fejleszti, mert figyelünk arra, hogy mennyi információt adunk át, de mondjuk a felnőtt is teljesen bevonódik. Tehát ez, amit a játékos pályázattal próbáltunk elérni, ez az applikációban is benne van, hogy nagyon fontos ez a közös élmény. Tehát mi azt látjuk, hogy ez működik, és nagyon a szülőkre oly módon vagyunk jó hatással még, hogy ezt a humort, a meglepetést is igyekszünk elsajátítatni velük, mert ugye mi egy varázsvilágot építettünk most már lassan 8 éve, egymásra épülnek ezek az elemek, a szereplők, a helyszínek, elég kiterjedt mesevilágunk van, és nagyon figyelünk arra, hogy jelen legyen a szülők életében is, vagy a család életében, és a szülők kommunikációjában is. És azt látjuk, hogy nagyon sokszor van ilyen összekacsintás velünk, hogy ugye ő itt eljátsza, hogy ezek láthatatlan manók, akik beköltöztek az autóba, vagy az otthonukba, és a szülő cinkosunk, és eljátsza, hogy tényleg ez varázslat, és ez nagyon tetszik a gyerekeknek. Tehát nekem például volt olyan interjúm, ahol egy felhasználó interjút csináltunk egy apukával, és egy váratlan helyzetbe kerültem, az ő élményeit kérdeztük, és azt mondta, hogy hát elárulta a gyereknek, hogy ő most a manókkal beszélget, így fogalmazott. Na, a gyerek kérte a telefont, és annyira jó érzés volt, hogy az apuka belement ebbe a játékba velem is, hogy akkor most odaadja a gyereknek a telefont, és nekem el kellett játszanom, hogy én vagyok a manó, aki hozzá az múgy az autópályán is beszél, tehát, de nagyon ebből a szempontból, hogy a szülőkre milyen hatással van, ez nekem nem nagyon jó élmény volt. Hát lassan a vége fele közeledünk a beszélgetésünknek, és egy dologról még mindenképp érdemes volna szerintem beszélni, hogy ti mennyire tapasztaljátok ezt, és most főleg Eszter rád nézek, hogy mintha lenne egy olyan tendencia, hogy picit minden ajánlott, mindig mikor ajánlunk akár egy programot, akár egy könyvet egy korosztálynak, ahhoz képest mindig kicsit hamarabb kezdik el azt a könyvet olvasni, vagy kisebbek jönnek arra az adott programra. Tehát olyan, mintha mi szülők egy picit mindent szeretnénk hamarabb, hogy már hamarabb csináljon a gyerek, hogy ti is érzitek-e ezt a kiadóban, ez mennyire érzed ezt tendenciának? Igen, ahogy te mondtad, hogy mi nyilván azokkal a gyerekekkel vagyunk inkább kapcsolatban, akik a társadalomnak nyilván inkább a tetején vannak, és nem azokkal, akik soha nem vesznek könyvet, meg akiknek nem mesélnek. Tehát igen, a társadalomnak ez a rétege, ez annyira mindent meg akar adni a gyerekének, és mindenkinek a gyereke annyival okosabb, mint a saját korosztálya, hogy igen, tehát ez ellen próbálunk mi is küzdeni, hogy a Rumini az például nem óvodásoknak való könyv, a Judit sem úgy írta, nyilván nem lesz baja egy óvodásnak tőle, de igazából ez kisiskolásoknak való, és egyedül is lehet olvasni, és mégis a szülők felolvassák az 5 éves gyerekeiknek az ilyen hosszú Ruminit. Tehát ez például Nyugat-Európában egy elképzelhetetlen dolog, hogy egy ilyen szövegmennyiséget egy 4-5 éves gyereknek, nem tudom, egyszerűen felolvassanak. De aztán egy idő után például megfordul, mert egy idő után pedig az van, hogy nagyon burokban próbálják tartani ugyanezek a szülők a gyereküket, és nem akarják, hogy a világ rossz dolgai a tudomására jussanak az ő gyerekének, tehát hogy nehogy olyanról olvasson a gyereke például, hogy válás, vagy nehogy olyanról olvasson, hogy nem tudom, valaki meghal, vagy hogy háború, vagy nem tudom. Ebbe például a nyugat-európai társadalmak sokkal nyitottabbak, és sokkal inkább felnőttként és partnerként kezelik a gyereket. Tehát például, hogyha mi megveszünk egy holland könyvet, amit lefordítunk, és ott azt írják rá, hogy 8 plusz, abban biztosak lehetünk, hogy az itthon minimum 10 plusz, de tényleg minimum. Szóval, hogy ez egyszer csak tényleg, tehát egyszerre van az, hogy mindent, a lehető legjobbat, mert már annyira okos, de ugyanakkor tartsam őt ebbe a teljesen egészségtelen burokba. Tehát az elején egy picit fölgyorsítanám. Az elején fölgyorsítja, ami az észbeli képességeket, de azt nem gyorsítaná föl, vagy hogy azt, igen, hogy eligazodjon a világban, hogy értse a körülötte lévő dolgokat, hogy úgy is látja, tehát hogy igazából nyilvánvalóan elképzelhetetlen, hogy egy mai gyerek ne találkozott volna még a válással, és nem értem, hogy hát a két Lottiban is egy válás van,
Tehát, hogy nem is kell annyira messzire menni, hogy a legnagyobb irodalmi, gyerekirodalmi klasszikus mondjam, hogy ugyan miért kéne féltenem a gyerekemet egy olyan könyvtől, amiben elválnak a szülők? Tehát ezt egyszerűen, ez egy ilyen magyar sajátosság ugye szerintem. Ugye úgy, hogy minden második házasság válással igen, végződik most igen, Magyarországon. Igen, igen. Nedda nálatok, tehát gyerekkultúra szakon, hogy viszonyultok ehhez a kérdéshez, hogy mit, mikor érdemes, ti mennyire tapasztaljátok ezt, hogy már bizonyos dolgokat nagyon korán, bizonyos dolgokat viszont túlságosan visszatartanak a szülők. Igen, igen, mind egyes személyes szemében. Jó, bocsánat, jó, igen, csak igen. Hogy... akkor. Csak hát mégis nagyobb rálátásod van azért. Lehet, nem biztos. Igen. Hogy mi másra való a művészet, mint hogy megértessen emberi szituációkat, nem? Igen. Tehát, hogy ez a művészetnek a feladata, hogy olyan dolgokat, amit addig nem értettünk, most már értjük. És például a szimbólumok nyelvén, ahogy egy gyerek egyébként, egy óvodás gyerek még abszolút ért a szimbólumok nyelvén, nem kell szavakra átfordítani. És szerintem vannak akár egyébként bábelőadások, színházi előadások, amiknek már ez a dramaturgiája, hogy feldolgoz bizonyos családi kríziseket. Tehát, hogy én így állok hozzá, én ezt tudnám megfogalmazni, hogy szerintem pontosan erre való a művészet, erre való a művészeti nevelés, hogy egy testi-lelki odaadásra feldolgozni akár negatív, akár pozitív érzelmeket, születéstől egyébként halálig, de elsősorban gyermekkorban. És akkor természetesen hát erről szól majd 4 fél év, hogy mik azok az életkorok, amikor bizonyos tevékenységformákat, vagy könyveket, gyermekirő kortárs, vagy tradicionális kultúrából bizonyos kincseket, ugye titkokat és kincseket, szerintem ez nagyon fontos a gyerekeknek, hogy is lehet közvetíteni. Mielőtt átadnám a szót a közönségnek, hogy ők is föltessék, amire ők kíváncsiak, mert most csak én kérdeztem, amire én voltam kíváncsi, hogy egy ilyen utolsó körkérdésként, hogyha egy jó tanácsot adhatnátok egy mai szülőnek, nagyszülőnek, vagy itt hallgató fiatalnak, akkor mit tudnátok mondani, van-e ilyen? Az se baj, ha közhely, mert a közhelyeknek is mindig van igazságtartalma. Vagy akkor vállalom én ezt a hálatlan tűnő, jó, hogy ne magamat dobjam be a mély vízbe. Szóval nekem például az egyik konklúzió most a beszélgetésünkből az, hogy a gyerekek tükröt tartanak, és az elsődleges feladat az, hogy példát mutassunk, például a kütyüzésben is. Úgyhogy kedves szülők, nagyszülők, félre magunkon kell kezdeni. Tehát talán ez az én nagy tanulságom a mai beszélgetésből. Hát én azt mondanám, nem feltétlenül a mai beszélgetésből való tanulságként, csak úgy egyetlen, hogy egy ilyen jó tanács, vagy hogy mi a legfontosabb, szerintem a figyelem, tehát hogy a szülő megadja a figyelmet a gyereknek. Igazából a mesélésnél is ez a lényeg, hogy akkor csak ő van a fókuszban, összebújnak, stb., de bármilyen szituációban ez a fontos szerintem. Én nem tudom, én nem vagyok egy ilyen tanács. Ez nekem rossz érzés, hogy ki vagyok én, hogy én tanácsot adjak. Tapasztalatot fogalmazom meg. Hát ez... Igen, hát én, nekem van egy olyan tapasztalatom, hogy a szülők nagyon... Tehát, hogy azt az időt nem szabad szerintem megspórolni, hogy mondjuk kiválogassa a szülő maga, hogy milyen könyvek vannak. Tehát, hogy mindig mindenki azt várja, hogy neki megmondja valaki fölülről, hogy olvasd ezt, mert ez jó, és nagyon föl tudnak háborúni szülők, hogy miért van a könyvpiacon ennyi ronda könyv, és hogy ezeket be kéne tiltani, ezeket a ronda könyveket, meg hogy... És hogy igazából én mindig ezt mondom az általában a szülőknek, hogy felnőtt ember vagy, felnőtt emberek vagyunk, gondolkodunk, itt van, nem tudom, végtelen könyveknek, nem tudom, a halmaza is, és egyszerűen az időt rá kell szánni, hogy nézd meg te magad, hogy szerinted mi a jó, és hogy nem baj az, hogy vannak rossz könyvek. Meg azok a rossz könyvek, azok lehet, hogy valaki szerint rossz könyvek, de mások szerint meg nem rossz könyvek. Tehát, hogy én ezt a megengedést szeretném igazából. Tehát, hogy én a kütyűvel is. Szóval, hogy én nagyon-nagyon nem szeretem, hogyha így valamit így kinevezünk gonosznak. Amikor mi voltunk gyerekek, akkor a televízió volt a gonosz.
Most úgy beszélnek csomóan a televízióról, régi nagy televíziós szerkesztők, akik tényleg fantasztikus dolgokat csináltak, hogy annyira sajnálják a mai gyerekeket, hogy nincsen normális televízió műsoruk, míg a 70-es években felnőtteknek meg volt. Mi, akik a 70-es években nőttünk föl, ugyanúgy azt mondták, hogy ne ülj a tévé előtt, hanem menj ki játszani a térre. Szóval, hogy én igazából az én tanácsom tényleg ez valahogy ez a megengedés, hogy mindent több oldalról nézünk, és nem mondjuk mindenre azt, hogy ez rossz, meg ez jó, hanem valahogy, nem tudom, gondolkozzunk, ez a tanácsom. Én azt, ez tapasztalat, nem tanács, hogy én mindig jól jövök ki abból, hogyha kérdezem a gyerekeket, már korábban is mondtam, hogy a véleményüket meghallgatom, és nagyon rá tudok csodálkozni. Tehát én kívánom azt sok felnőttnek, hogy a gyerekeik válaszait és gondolatait hallgassák nyitottan, és utána éljék át azt a pozitív élményt, meg újdonságot, amit megtudnak tőlük. Ó, ez milyen érdekes. Hát én felhívnám a figyelmet a tanítók, az óvók és a kisgyermeknevelők munkájának a fontosságára, hogy azért az egy ilyen rendkívül fontos szakma, hivatás. Hát ez egy milyen szép és aktuális végszó itt a beszélgetésünk végére, úgyhogy akkor én át is adnám a lehetőséget a jelenlévőknek, hogy kérdezzenek bátran a elhangzottak alapján. Köszönjük a beszélgetést nektek, nagyon tartalmas és hasznos volt, és úgy gondolom, hogy számos értékes gondolat hangzott el, és még 3-4 kérdésre van időnk, úgyhogy akinek hozzáfűzni valója van az elhangzottakhoz, vagy kérdése, akár mindegyik beszélgető partnerhez, akkor most felteheti, és kolléganőm ad mikrofont is hozzá. Az elsősorban, hölgy. Én Veronikától szeretném, és Esztertől is két rövid kérdésem lesz, hogy a kutatások mennyire mutatták azt ki, mit találtatok, hogy mennyire sikerül most együtt nézni szülőnek, nagyszülőnek a gyerekekkel, és együtt játszani. Mert a saját tapasztalatom, hát rám kell nézni, már nagymama vagyok, egyre kevesebb. Azt látom, hogy a lányomék is kevesebbet tudnak együtt nézni. Addig, amíg én annak idején ugye a lányommal együtt néztem, hát akkor tévé volt és videó volt, ugye? Tehát együtt meg tudtunk nézni egy-egy filmet, meg az esti meséket is, és meg tudtuk beszélni. A mai rohanó világban mennyire nézik együtt? Van erre kutatás? Hát igen, egy kutatással találkoztam, ahol azt mutatták ki, hogy tehát a tévét az gyakrabban nézik együtt, de ezeket a mobileszközöket pedig inkább hajlamosak a gyerekek egyedül használni. És nyilván, tehát mivel hordozható, akkor ő el van ott magába, és még ha videót néz, akkor is nagyobb eséllyel azt ő egyedül nézi. Úgyhogy ez egyébként egy fontos dolog, mert tehát ez is nyilván így a elmagányosodáshoz vezethet, és mi ezért is propagáljuk azt, hogy ha már ilyen eszközöket használ a gyerek, akkor próbálják valahogy együtt, de nyilván ehhez kellene is olyan hasonló így a szemléletmódunk, hogy mi is olyan játékokat próbálunk fejleszteni, ami szülőnek is élmény, és együtt tudják használni, vagy konkrétan az eszközön magán, vagy pedig a való világban kell megcsinálni feladatokat például. Köszönöm szépen, és Eszterhez pedig azt kérdezem, hogy az olvasás. Nálunk az olvasással van gond, nem akarnak még maguk mesekönyvet olvasni, holott millió mesekönyv van otthon, viszont a meséket imádják, tehát két nyelvűek a gyerekeim, a vőn francia, esténként van francia és magyar meseolvasás, ez menne a reggelig, menne, amíg el nem alszanak, sőt, lámpaoltás utána akkor anya vagy mami mondjál fejből mesét, tehát akkor még mindig folytatni kell. Most már mind a két nyelven olvasnak, 7 és 9 évesek, és az Atya Úristennek nem tudjuk őket rávenni, hogy maguk olvassanak el már valamilyen mesét. Mondhatod, hogy nem az tanácsod, de én mégis valamit kérnék, mert nekem most ez a legnagyobb. De szerintem ez nem, szerintem nem baj. Tehát nem baj? Nem. Én úgy érzem, hogy baj. De mert majd fognak olvasni, és az a fontos, hogy nagyon sok mese van, és közös mesehallgatás, és előbb-utóbb majd... Az nem gond. Meg kell tanulni úgy olvasni, hogy az könnyű legyen, tehát technikailag meg kell tanulni jól olvasni. Egy 7 éves gyerek biztos nem tud még technikailag jól olvasni szerintem. Hát nem, főleg így, hogy két nyelvű, tehát igen, de még sokszor egy 9 éves sem tud technikailag jól olvasni. Hát nyilván vannak olyan könyvek, amiben nagyon kevés szöveg, meg úgy van szedve, meg nem tudom, tehát
egy jó olvasási élményt ad az, hogy egyedül el tud olvasni egy egész könyvet, holott tulajdonképpen egy 3000 karakteres szöveg, de nyilván szét van szedve sok oldalra, tehát lehet, vannak ilyen, nekünk is van ilyen most én olvasok sorozatunk, és több kiadónak vannak ilyen olvasás, tanulás segítő, tehát könnyű, és neki megfelelő szövegeket kell odaadni, hogy azt olvassa egyedül, de ezek könnyebb szövegek lesznek, mint amiket együtt felolvasnak, mert felolvasva meg már tényleg hosszú-hosszú szövegeket, és nyilván nem tud annyira érdekes lenni egy ennyire egyszerű szöveg, de ezen át kell esni, és hogyha átesnek, akkor, és hogyha mondjuk a szülőket is látják olvasni, mert ez megint ugyanolyan dolog, hogy mi olvasunk eleget, mondjuk, felnőttek. Tehát nagyon-nagyon sok szülő nem olvas egyáltalán. Akkor nem kívánhatjuk el a gyerekeinktől, hogy ők viszont olvassanak. Tehát itt is van egy ilyen, de nagyon sok olyat is hallok, hogy tényleg nem olvasnak a gyerekek, és aztán egyszer csak elkezdenek olvasni, szóval hogy azt hiszem, hogy nem kell ezt nagyon erőltetni. Szerintem, ha hozzászólhatok. Örülök, hogy eljöttem. Köszönjük. Még erre a témára egy picit csatlakoznék, hogy furán hangzik, de a kortársak szerepe is, tehát nem csak a mi példamutatásunk, hanem az, hogyha mondjuk egy barátja olvas a gyereknek, és ő adja kölcsön azt a könyvet, amiért ő lelkesedik, szerintem annak nagyon jó hatása tud lenni. Mi ezt a kisfiamnál eljátszottuk, és húztunk be gyereket, és olvasó lett, mert végigolvastam mondjuk pont az Időfutárt. Tehát ez nekünk egy nagyon jó élmény volt, illetve a kislányom, szerintem ő egy nagyon nem úgy tűnt, hogy nem akar majd olvasni, és ő lovagol. És a lovas könyvekre teljesen rákattant. És volt, hogy 2 évig már fogtam a fejem, mert mindent kiolvasott tényleg, de váltott utána. Tehát, hogy az érdeklődési kör, hogyha abban kezd el olvasni, szerintem az is sokat segít. Még 2 apróságot hozzátennék, hogy az egyik az, hogy én úgy tudom, hogy a több nyelvűek lassabban tanulnak megolvasni, de hogy ezzel nincs probléma, csak egy kicsit több idő kell nekik. A másik meg, hogy azért lehet, hogy, tehát ugye amikor a szülő olvas, vagy a nagyszülő olvas nekik, az egy társas élmény, tehát egész más, úgyhogy lehet, hogy azért igénylik annyira még, és akkor szerintem nem baj ez, hogy még igény. Én egy kérdésem, hogy egy kicsit háttérbe szorult az a téma, hogy az óvodáskorú gyerek és a zene találkozása, hogy milyen formában ideális, hogy inkább csak hallgassa, vagy zenéljen, vagy tanuljon már zenélni, tehát mi az, amivel ebbe az irányba el tudjuk vonni a kisgyermeket, akár a kütyű használatról, akár valami más tevékenységről, amit ez viszont nagyon jól kiegészítene. Hát igen, az talán az olvasás kapcsán közismertebb, hogy nem azért jó, ha egy gyerek olvas, mert nagyon művelt lesz, hanem azért, mert rengeteg olyan kompetencia társul hozzá, az absztrakt gondolkodás, az, hogy kis részletekből nagy részleteket tesz hozzá, tehát a gondolkodás módnak a fejlesztését segíti az olvasás, és ez pontosan ugyanígy van a zenehallgatással is. Ugye a zene az, ha belegondolunk, a legabstraktabb művészeti ág, tehát tényleg még szavak szintjén sem konkrét a zene. Éppen ezért az érzelmeknek a kifejezésére nagyon alkalmas. Tehát az, hogy mondjuk egy gyerek a saját érzéseit megtanulja a zenén keresztül megérteni, megtapasztalni, kifejezni, ez nagyon-nagyon sokat segít már óvodáskorban is. Úgyhogy igazából például, hogyha mondjuk egy óvodás gyerek rockot vagy metált akar hallgatni, azzal sincsen semmi baj, mert ő a dühét vagy az energiáit ezen keresztül tudja megélni, és ezen keresztül válik ez benne tudatossá, az egy nagyszerű dolog. És nyilván ehhez képest egy még magasabb szint az, amikor mondjuk egy gyerek elkezd hangszeren tanulni, de ezt óvodáskorban nem kifejezetten ajánljuk. Nyilván, ha valaki nagyon tehetséges, akkor el lehet kezdeni már kisgyerekkorban is, de azért azt szoktuk mondani, hogy 7-8 éves kor körül egy átlagos gyereknek akkor tájt érdemes elkezdeni hangszeren tanulni, de a hangszeren is nem azért érdemes elkezdeni tanulni, mert hogy aztán világhírű művész legyen belőle, hanem hát egyrészt a finom motoros mozgástól kezdve, tehát ott is rengeteg olyan kompetencia fejlődik, ami nagyon-nagyon hasznos. Másfelől pedig pont ezt az absztrakciós képességet, a kreativitást, és legyünk őszinték, hát a 21. században szerintem a kreativitásnál nincsen fontosabb képesség, tehát hogy tudjunk helyzeteket kezelni, kreatívan megoldani, ehhez mind-mind hozzájárul a zene is. Mint ahogy persze bármelyik művészeti ágról is ez elmondható, de a zenénél talán az érzelmeknek különösen nagy szerepe van azáltal, hogy egy nagyon absztrakt műfajról van szó. Köszönöm.
további kérdés, hogyha nem merült fel senkinek, akkor mindenkit szeretettel buzdítok, hogy a felvételt végét követően is személyesen oda lehet menni, meghívott vendégeinkhez feltenni azt. Most meg nem maradt más hátra, mint hogy önöknek megköszönjem, mind akik a helyszínen, mind akik a képernyők mögött kísérték figyelemmel rendezvényünket, hogy rászánták ezt az időt, és szeretettel invitállak benneteket következő programunkra, a Nemzetek Estjei Kulturális Sorozat következő alkalmára november 25-én kerül sor, ugyanitt az eltett Reformkerti kampuszán, csak a B épületben. Egyúttal szeretném figyelmetekbe ajánlani az ELTE Alumni Alapítvány tevékenységét, amely a volt hallgatóinkkal való összefogásának hála évről évre egyre növekvő összeggel és volumennel támogatja a tehetséges, rászoruló hallgatókat külföldi tanulmányútjukba, világlátásukban az ELTE Alumni Ösztöndíj révén. Hogy ez továbbra is így maradhasson, illetve az összeg egyre növekedhessen, az alapítvány egész évben várja a jószívű felajánlásokat. Meghívott vendégeinknek még egyszer köszönöm a ma esti beszélgetést, és további szép estét kívánok mindenkinek!